Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy előadhatok ezen a konferencián. Krasznai Csaba vagyok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiberbiztonsági Akadémiájának programigazgatója, egyben hivatásos Grinch, aki most éppen el fogja lopni a karácsonyt, illetve hát azokat az új technológiákat, amikről itt az előző szekcióban, az előző előadóknál hallhattunk. Mert ugye nyilván ezeken a konferenciákon mindig azért nagy öröm megjelenni, mert kinek jutna eszébe mondjuk egy VR technológiát meghekkelni. És miközben ezt az előadást néztem, az járt a fejemben, hogy bevisszük ezt a technológiát mondjuk 8-10 éveseknek az általános iskolába, és biztos, hogy valami bolondnak az jutna az eszébe, hogy legenerál valami ijesztő tartalmat, ami valahogy a 35. percben így berobban a képernyőre, és onnantól kezdve nagyjából 38 éves nem fog tudni majd aludni éjszaka. Megtörtént esetek a YouTube-on. És hogy miért van, vagy miért kerültem én ide, erről azt tudnám mondani, hogy tisztességes mérnök ember vagyok azért én is, ez az én alma máterem, itt végeztem villamosmérnökként. És ugye a régi vicc mondja, mindenki rendőrnek születik, csak van, aki tovább tanul. Nyilván adja a kérdést, hogy egy olyan ember, aki már tovább tanult és lehetne normális állása, miért megy el arra az egyetemre tanítani, hogy egyébként ugye a hon és rendvédelemmel foglalkoznak. És hát emögött a magyarázat az nagyjából az, hogy mint ahogy a biztonsági kihívások, illetve úgy alapvetően az információ biztonsággal kapcsolatos kérdések evolválódtak, azaz fejlődtek, ugye az én kis karrierem is fejlődött. Amikor én elkezdtem foglalkozni itt az egyetemen ezzel az egész security kérdéssel, akkor ezt még úgy hívták, hogy információbiztonság definíciókat lásd a képernyőn, ami tulajdonképpen arról szólt, hogy én benne vagyok a magam kis szervezetemben, ahol vannak olyan információk, amiket valahogy meg kell védenem. Azok az információk digitális adatformájában ott leledzenek az általam kezelt információs rendszereken, amiknek bizalmasságát, sértetlenségét, rendelkezésre állását valahogy biztosítanom kell, a világ meg valahogy megpróbál ide bejönni. Majd ez a dolog ez úgy valahogy megváltozott, behoztunk egy csomó olyan technológiát valahol a 2000-es évek második felében, mint például a cloud vagy a mobileszközök, bejött a mobil internet, és azt vettük észre, hogy ezek az információk egyre inkább úgy szanaszét vannak a világon. Ma pedig már olyan technológiákról beszélünk, mint az IoT-król, vagy az 5G-ről, vagy a mesterséges intelligenciáról, vagy a negyedik ipari forradalomról, és sokkal kevésbé áll lehetőségünkben az, hogy megvédjük a saját kis adatainkat, hiszen mindannyian egy ellátási láncnak a tagjai vagyunk. Nem nagyon tudnám itt a szintén végignézve a korábbi előadásokat, nem nagyon tudnám azt mondani, hogy például egy intelligens gyár önmagában védhető lenne, hiszen egy intelligens gyár is annyi beszállítótól és az informatikai ellátási lánc annyi elemétől függ, hogy ott maga a gyár biztosan nem fogja tudni megvédeni saját magát. És itt jön képbe a kiberbiztonság, ami sokkal másabb, mint az információ vagy az informatika biztonság, és sokkal inkább azt a kérdést feszegeti, hogy tulajdonképpen mit is jelent a security a mai világban, és engedjék meg, hogy behozzak egy nagyon konkrét példát, nem tudom, hogy ki hallotta ezt a mondást, mert én is egy nagyon szűkörű konferencián hallottam, az Európai Védelmi Ügynökség egyik képviselője mondta ezt, hogy ma a kiberbiztonság tulajdonképpen csak 5%-ban technika, és mennyire igaz ez, nem tudom, hogy ki ismeri az urakat, ők a Grácsi Műszaki Egyetem igen kiváló kutatói, akik 2018-ban megkapták a hekkelésért járó életmű Oscar, nem életmű Oscar díjat, mert ugye az előző évi teljesítményért kapták, mert van ilyen Pony Awards-nak nevezik. Az ő teljesítményük, a nevüket is itt lehet látni, az ő teljesítményük az volt, hogy nagyjából egy évvel ezelőtt publikáltak néhány olyan sebezhetőségeket, amiket a legelterjedtebb X86-os CPU architektúrákban fedeztek föl. Gyakorlatilag 20 évre visszamenőleg aláásták mindazt, amit a CPU biztonságáról tudunk. Gyakorlatilag ezeknek a megvalósítási hibáknak hála, bármilyen szoftvert is futtatunk ezeken a CPU-kon, tehát Intel, AMD, tokkal, vonóval, minden, bármilyen szoftvert is futtatunk rajta, gyakorlatilag nem tudunk adatokat titokban tartani. Legalábbis azt van elvi lehetősége annak, hogy a CPU sebezhetőségeken még a legtitkosabb információkat is kinyerjük. Nyilván proof of conceptek születtek rá, egyelőre széleskörű támadást nem láttunk, hát manák ki lenne az a hülye, aki elkezdi ezt kitenni az ablakba a mai világban. De nyilvánvalóan titkos szolgálatok elég keményen ráálltak arra, hogy ezeket a hibákat a gyakorlatban is ki tudják használni, ezzel megkerülve mindent, amit szoftveres védelemről ismerünk. És felmerül a kérdés, hogy miért is hoztam ide a CPU-t, mert hogy a CPU voltaképpen azon komplex, azt hiszem, hogy ebben egyetértetünk, azon komplex megvalósítások egyike,
amit IoT vagy negyedik ipari forradalomként ismert, komplexebb és látható infrastruktúráként kikészülünk megvalósítani. A CPU egy nagyon összetett rendszer, aminek egy elemét sikerült lábon rúgni, és most gondoljuk el, hogy az a 2020-as években várható ökoszisztéma, digitális ökoszisztémát építünk föl, hogyha abban van egy ilyen fundamentális probléma, és azt rúgjuk lábon, akkor hogyan fogjuk tudni majd kijavítani a későbbiekben. És éppen ezért van a másik láb ennek a mondásnak, hogy tulajdonképpen a kiberbiztonság 95%-ban stratégia, és ezért hoztam ezt a hölgyet és az urat, akik nem tudom, hogy tudnak-e, hogy kicsodák, ha nem, akkor föloldom, ő Tomás Hendrik Jelvesz és Marina Kályurand, Észtország korábbi elnöke és külügyminisztere, és azért hoztam őket, mert 2007-ben az ő országuk volt az első, aki igen keményen bekapta azt, amikor egy ellenérdekelt állam úgy döntött, hogy egy nagyon jól fejlett digitális ökoszisztémát az alapjainál fog majd lábon rúgni, és kaptak egy olyan hetekig tartó informatikai támadást, ami után viszonylag nehezen tudott helyreállni az ész közigazgatás és társadalom, és alapvetően az ő és az ő általuk vezetett apparátusnak volt a feladata, hogy ezt a helyzetet mind nemzetvédelmi, mind pedig diplomáciai, mind nyilván rendvédelmi, katonai és közigazgatási vonalon valahogy helyre rakják. A mérnökök rengeteget segítettek benne természetesen, de alapvetően azon diplomáciai erőfeszítések nélkül, amit a NATO támogatásával, az amerikai szövetséges támogatásával tudtak kifejteni a gyanítható, hát és mondjuk ki, azóta azért közszájon forgó támadó, azaz egy nagy keleti ország, akinek óval kezdődik a neve, és rossz országgal folytatódik, tudtak valahogy ellene hatni, tehát az ő közvetítésük, az ő irányításuk nélkül és a hozzá hasonló vezetők nélkül nyilvánvalóan ez a krízis nem lett volna kezelhető. És hogy miért hozom ezt a példát, és hogy jövök én ebbe az egész történetbe? Nyilvánvalóan én is, nekem is be kellett látnom annak idején, hogy mi mérnökök rengeteg mindent tudunk megtenni annak érdekében, hogy biztonságos mikrokörnyezeteket hozzunk létre. Viszont ezek a mikrokörnyezetek utána valahol egy nem biztonságos, nagy összetett ökoszisztémát fognak alkotni, mert azok a szabványosítek, akik jelenleg az 5G szabványt állítják elő, ott is szerepelt benne, hogy a biztonság, a kemény biztonság ugye egy nagyon fontos tervezési paraméter, de ide a bököt, hogy miután az 5G szabványt, amit az ECI majd szépen le fog írni, ezerféleképpen fognak megvalósítani, implementálni, és az implementáció a végén embereknél fog landolni, és az emberek között biztos, hogy lesznek olyanok, akik egy függvényben úgy gondolják, hogy hát azt tök jobban is meg tudják csinálni, mint ahogy a referencia implementáció, és lehet, hogy ez egy binárisban le fog fordulni, de ide a bököt, hogy meg lesz az az érdek, aminél vissza fogják majd fejteni azt a binárist, és meg fogják találni majd azt az elrontott implementációs függvényt. Na de ez még csak az implementáció kérdése, hiszen az 5G-t oda fogjuk adni, nagyjából a mesterséges intelligencia ez egy nagyon fontos dolog, de ne feledkezzünk el 7,5 milliárd humánum intelligenciáról is, tehát elkezdik majd használni az emberek maguk, és bármilyen biztonságos eszközt is adunk oda az emberek kezébe, ők egészen biztosan el fogják rontani. Márpedig a támadó szempontjából nyilvánvalóan eznek a 7,5 milliárd humánum intelligenciának valahol a megtalálása lesz majd a cél, és a rajtuk keresztüli célok, indokok, érdekeknek az elérése. Éppen ezért az információbiztonság, az informatikai, a műszaki védelem igen nagyon fontos, ám de kellő hangsúlyt kell adni az adminisztratív védelemre is. Ugye megint csak egy példa, hogy ezt hogyan kell elképzelni. Ha megtámadnak ma minket a pirézek, ki fog minket megvédeni? Nyilvánvalóan pirézi a támadása az alapvetően szervezetek, infrastruktúrák ellen fog majd végrehajtódni. Kellenek a mérnökök, akik majd képesek lesznek lereagálni ezeket a támadásokat. Kellenek majd olyan jól képzett informatikusok, akik be tudják állítani a tűzfalakat, meg tudják majd azokat a patch-eket írni a szoftverekhez, amivel azok a konkrét sebezhetőségek megszüntethetők, lesz majd másik. De kellenek nyilvánvalóan a szervezeteknél azok az irányítók, azok a szabályozók, akiknek lehetőségében áll a szervezetet magát megvédeni, és egyébként pedig részt venni az országos, azaz mondjuk úgy, hogy a digitális ökoszisztéma védelmében. Kellenek azok a mérnökök, akik az országos szinten meg fogják érteni,
hogy mi is történik, és képesek lesznek összehangolt műszaki védelemmel támogatni az egyes szervezeteket, és a végén kellenek azok a politikai döntéshozók, illetve az adminisztrációban dolgozó végrehajtók, akiknek a segítségével az egész krízis kezelhető lesz. Hadd világítsam meg az egészet egy Smart Cities példán. Ugye, amit itt a Műegyetemen látunk, ez alapvetően vezeték nélküli kommunikációs eszközök, önvezető autó adott esetben, V2-i kommunikáció, mesterséges intelligencia, autonóm közlekedés, gépi látás, stb. Stb. Hát, amit én látok, az ugye egy támadható viszonylag nagy interfész. És hogy hol látom a támadásokat? Nyilvánvalóan látom a támadási lehetőségeket az implementáció területén. Látom azt azokat az elkövetett apró pici szoftverhibákat, amiket elkövettek egy autonóm vezető autóban, amit mondjuk 300 millió példányban adtak ki, tehát nagyon nehéz hozzáférni, és valahol egy Moszkva külső garázsnál próbálják a CAN buszon keresztül leszedni, hogy hol támadható ez a bizonyos beépített számítógép. Dacára annak, hogy nyilván a gyártók mindent megtettek annak érdekében, hogy ne így történjen. Látom azokat a privacy, az adatvédelmi problémákat, amiket ezek az infrastruktúrák okoznak, azaz, hogy adatokat generáló és adatokat továbbító, feldolgozó infrastruktúrákról van szó, melyek fölmennek valahol a felhőbe, ahol a végrehajtás megtörténik. Látom egyébként azokat az informatikai hálózatokat, amik ott vannak az út szélén fizikailag védtelen megoldásnál, ahol szintén bárki hozzáférhet, hogyha éppen akar egy megfelelő számítógéppel. És látom azokat a felelősségeket, amik például lecsapódnak az üzemeltetőnél. Hogy ezt kicsit jobban megvilágítsam, ugye kinek mi a feladata például ebben az ökoszisztémából. Ugye a kormányzati vagy önkormányzati információbiztonság mit is jelent? Kell, hogy legyen egy szabályozott biztonsági folyamat, kell, hogy a megrendelőnél ott legyen az igény egyáltalán arra, hogy a saját maga által felügyelt, üzemeltetett infrastruktúrában a biztonság, a műszaki biztonság, az adminisztratív biztonság, a fizikai biztonság egy beszerzési követelmény legyen. Mindenki nézze magába, aki látott már Smart City projektet, hogy mennyire jelentek meg ezek mondjuk a beszerzésnél, mint paraméterek. Nyilvánvalóan kell, hogy legyen egy üzemeltetési képesség, hol vannak azok az emberek, akik majd üzemeltetik ezeket az infrastruktúrákat a biztonsági oldalról, illetve kellenek a biztonsági megoldások, hol vannak azok a szabványok, szabványos implementációk, hol vannak azok az ellenőrzött megoldások, melyek segítségével az egyes infrastruktúra elemek kvázi biztonságosnak minősíthetőek. Figyelem, ezeket az infrastruktúrákat nem két évre vesszük meg, mint az okostelefonunkat, hanem évtizedekre betonozzuk be adott esetben azokat a szenzorokat, amiket egy széleskörű szoftverhiba esetén is tudni kell valahogy patchelni. Hol jön a kormányzat ebbe a körbe? Fontos, hogy legyenek olyan európai szabályozások, amik biztosítják azt, hogy az egyébként ma megvalósításra kerülő, vagy ma beszerzésre kerülő jövő technológiákat, jövő internet technológiákat is a kellő szabályozási környezetben tudjuk megvalósítani. Ezeket nemzeti szinten is meg kell valósítanunk, és nyilvánvalóan a kormányzatnak is lehetővé kell tenni azokat a műszaki intézkedéseket, melynek segítségével amúgy az egyébként elszórtnak tűnően, de mégis egy nemzeti digitális ökoszisztémát létrehozó mondjuk úgy, hogy Smart City infrastruktúra biztonságossá válhat. Mit tesz ennek érdekében például az Európai Unió? Van nekünk 2016 óta egy NIS direktívánk, a Hálózati és Információs Rendszerek Biztonságáról szóló direktívánk, ami például leírja például a közlekedési infrastruktúrával kapcsolatban, hogy a közlekedési infrastruktúra márpedig egy európai létfontosságú rendszerelem, ami azt jelenti, hogy közlekedés nélkül nem tudunk élni, és ezen belül megvan nevezve, hogy egyébként azok a közlekedési irányítási infrastruktúrák, ami például egy Smart City-ben az intelligens közlekedés irányításhoz tartoznak, adott esetben az is létfontos, azok is létfontosságú rendszerelemek lehetnek. Márpedig, hogyha valami létfontosságú rendszerelem, akkor a biztonságáról már a tervezési időszakban gondoskodni kell. Felelősséget kell vállalni az üzemeltetőnek azért, hogy a biztonság megvalósuljon, és hogyha bármi biztonsági incidens történik, akkor ezeket jelenteni, kezelni és jelenteni kell az erre felkent állami hatóságoknak. Mint ahogy az Európai Unió előtt van az úgynevezett Cyber Security Act,
azaz a kiberbiztonsági törvényjavaslat, kiberbiztonsági jogszabály, ami azt is leírja, hogy a jogszabály elfogadása után és egy megfelelő átmeneti fázis után való a 2020-as évek második felétől amúgy a kiberhigiénia, tehát az alapvető információbiztonsági képességekkel kell, hogy rendelkezzenek azok a termékek, melyek informatikát tartalmaznak, és melyek bekerülnek az Európai Unióba. Nem új dolog ez, talán mindenki, legalábbis ebben a körben a CE jelölés mindenki számára ismerős. Ma sem lehet behozni és használni az Európai Unióban olyan termékeket, amiket, hogyha leteszünk a konyhaasztalra, akkor meg fogja zavarni mondjuk a rádiótáv közlést, illetve hogyha hozzányúlunk, akkor megráz minket. Miért ne lehetne hasonló követelményeket támasztani az informatikát futtató eszközökkel szemben? Zárójel, mi az az eszköz ma, ami nem futtat informatikát? Egyre inkább már a játékmackóba is beépítjük a mesterséges intelligenciát. Mi történik, mit tesz Magyarország annak érdekében, hogy ezt föl tudjuk, vagy teljesíteni tudjuk? Hát jelen pillanatban, akinek van erre szeme és érdeklődése, láthatja, hogy éppen erős átdolgozáson van a magyar kibervédelmi jogszabályrendszer. Egyrészt kim vannak azok a jogszabálytervezetek egyenlőre, melyek az incidenskezelésnek, illetve a számunkérhetőségnek, zárójel egy leendő önkormányzati smart city üzemeltetőknek érdekes lehet ez. Tehát azoknak az üzemeltetőkkel szembeni biztonsági követelményeket szabja meg, melyeket az állam és az állam erre fölkent szervezet, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet remélhetőleg be is fog majd hajtani, érdekes meccs lesz nyilvánvalóan. Illetve pont a napokban van ki véleményezésen, reméljük, hogy a Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiának az utolsó változata, melyeknek egyébként az elemeit láthatják itt a listán. És ezek között például az önkormányzati smart city infrastruktúrák megerősítése, vagy kicsit általánosságban a kormányzati IT rendszerek biztonságának megteremtése már a fejlesztési ciklusban is abszolút ott van a fókuszpontok között. Mint ahogy a kritikus információs infrastruktúrák védelme, mint a közlekedési infrastruktúrák, hírközlő infrastruktúrák védelme is ott van. Tehát alapvetően Magyarország próbál a kiberbiztonság területén valamit lépni. Hogy hogyan fog ez sikerülni, ezt nyilvánvalóan a következő években majd meglátjuk. És alapvetően én ennyit szerettem volna mondani, vincskedtem, jól éreztem magam, remélem elriasztottam önöket. Köszönöm szépen a figyelmet, várom.